Ünnepélyes keretek között került sor az új műfüves pálya átadására a városi sporttelepen. A kilátogató érdeklődőket hangos gyerekzsivaj fogadta, ugyanis az átadó tiszteletére a Spartacus Vándorkupa elnevezésű futballtornára összegyűlt U9-es korosztályú gyerekek már izgatottan várták, hogy pályára léphessenek. A szép számú közönséget Kocsi Miklós, a Devecseri Sportegyesület elnöke köszöntötte, majd Ferenci Gábor, Devecserváros polgármestere, és Csík Ferenc, az MLS megyei igazgatója osztották meg gondolataikat. Nagy tisztelettel köszöntöm itt az egybegyűlteket, a csapatokat és az MLS-től Csík Ferenc urattól, MLS elnökét, polgármester urat és az egybegyűlteket. Örömmel veszi tudomást, hogy elkészült az új műfüves pályánk, ami 20x40-es méretű, alácsövezve bármilyen időjárási viszonyok mellett lehet használni. LED-lámpás világítás van, ami nagyon keveset fogyaszt, úgyhogy várjuk a sportolóinkat, meg a többi sportolni vágyó egyebeket is, akik igénybe veszik itt a pályán a részvételt. Én nem is akarok tovább húzni a szót, átadom a polgármester úrnak a szót, és megkérem, hogy is nyissa meg a lassan felülő pályákat. Köszönöm szépen Kocsi Miklós elnök úrnak. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon szépen köszönjük mind a négy csapatnak, akik eljöttek erre a mai ünnepi eseményre. Szeretném őket külön is köszönteni. Ha legyek egy kicsit szubjektív, és először hadd köszöntsem a Devecser Sportegyesület U9-es csapatát, itt akik megjelentek. Hadd köszöntsem az FC Ajka csapatát, a Pápaiak U9-es csapatát, és természetesen nem utolsó sorban pedig a veszprémieket, akik szintén megtiszteltek bennünket. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez a műfüves labdarúgó pálya, melyre nagyon nagy szüksége volt Devecser városának, és remélem, hogy nagyon sok alkalommal fogjuk tudni a jövőben igénybe venni. Köszönjük szépen mindenkinek, aki ennek a létesítménynek a létre jöttében segítségünkre volt. Szeretném külön is kiemelni Csík Ferenc úr segítségét, az MLS megyei igazgatójának a segítségét, aki a Magyar Labdarúgó Szövetség képviseletében meg is tiszteli ezt a mai sporteseményt, hiszen ez a pálya nem jöhetett volna létre, hogyha a Magyar Labdarúgó Szövetség programjában nem tud részt venni városunk, illetve nem tud pályázni a sportegyesületünk. Hadd mondjam el azért azt is, hogy Devecser város önkormányzata az elnyert pályázathoz őrésszel járult hozzá, tehát a 2015-ös költségvetésünkből biztosítottuk, hogy a szükséges anyagiak rendelkezésre álljanak, és hát természetesen köszönjük a kivitelezőknek, köszönjük a Devecseri önkormányzat cégének, a Városüzemeltetési Kft-nek, annak dolgozóinak, hogy segítették a munkálatokat. A mai sportesemény remélem, hogy hagyományteremtő lesz, hiszen Devecser Spartacus Kupa néven indítjuk útjára ezt a tornát, és bízunk abban, hogy ti gyerekek nagyon jól fogjátok ma érezni magatokat, és bízunk abban, hogy jövőre is eljöttök, és ismét összeméritek majd a tudásotokat. De nagyon fontos, hogy nem az a lényeg, hogy ki fogja megnyerni ezt a tornát, hanem a legfontosabb az, hogy jól érzitek magatokat, itt vagytok együtt a barátaitokkal, és ebben a remek időben sportoltok, mozogtok, hiszen ez alapvetően a célja ennek a műfüves pályának is, hogy minél többet sportoljanak rajta, mozogjanak rajta, nem csak a gyerekek, hanem az idősebb korosztály is. Én szeretném megköszönni azoknak, akik a mai rendezvényt támogatták. Szeretnék köszönetet mondani a Poluszkóp ZRT-nek, Rosta és Fia BT-nek, a Devecseri Húsüzemnek, a Napsugár gyümölcsöveket gyártó vállalatnak, és mindenkinek, aki hozzájárult ennek a tornának a létrejöttéhez. És ezzel az ünnepi tornával, ezzel az ünnepi eseménnyel szeretném, hogyha így közösen ezt a műfüves labdarúgó pályát, Devecser város egyik büszkeségét átadnánk a nagy közönségnek, úgyhogy ehhez szeretném kérni Csík Ferenc úr és Kocsi Miklós úrnak a segítségét is. És akkor még azt szeretném kérni, hogy
néhány gondolatot, mielőtt ezt megtesszük, legyen kedves szólni az egybegyűltekhez. Köszönöm szépen! Több mint 300 pály, ilyen pályát adtunk át már az országban. A Magyar Labdarúgó Szövetség negyedik éve építi a pályákat országos szinten. A Devecser az egyik égköve ennek, hát ha csak körbenézünk, milyen csodálatos nagy pálya épült, csodálatos öltözőkomplexum, és most itt van ez a pálya, ahol itt vagytok ti gyerekek, egy mérkőzést már láttunk, nagyon csodálatosan játszottatok. Az eredményt nem is számoltam, de mind a két csapat nagyon-nagyon ügyes volt. Ki ismeri Cristiano Ronaldo-t? És Messi-t? És Gyuzsák Balást? Ez az. Na hát ez a jövő vár rátok, azért van ez a pálya, ezért van ez a füves pálya. Tanuljatok meg cselezni, tanuljatok meg minél jobban futballozni, erősödjetek meg, legyetek olyan labdarúgók, hogy a magyar válogatott büszkeségei legyetek. Segítünk benne, polgármester úr, úgy gondolom minden lehetőséget fölvázolt itt, hogy itt focizni tudjatok. A jövőben is biztos vagyok benne, hogy mindenféle támogatást megkapunk tőlük is, a Magyar Labdarúgó Szövetség folytatja ezt a programot, hogy ti tudjatok futballozni ilyen szép pályákon, és el tudjatok jutni Barcelonába, a Grupama Arénába, hogy meg tudjátok nézni a válogatott labdarúgókat, és egyszer nagyon szeretnék valamelyikőtöknek tapsolni a gólja után, amikor a válogatott mezben egy gólt lő, és utána beszalad, és fölzúdul a közönség, mint ahogy legutóbb tették itt a magyar válogatott mérkőzésen. Sok-sok jót kívánok nektek, vigyázzatok magatokra, a mai napra sérülésmentes jó játékot. A nemzeti színű szalag átvágása után elkezdődött a torna, melyen a hazai csapatunk mellett részt vettek Ajka, Veszprém és Pápa városok fiatal focistái is. A körmérkőzéseket követően a negyedik helyen az FC Ajka, harmadik helyen a házigazda Devecser, második lett Pápa, az első helyen pedig Veszprém csapata végzett. A tornát a jó hangulatú Devecser öregfiúk, önkormányzat dolgozói és edzők mérkőzéssel zárták, melyet az utóbbiak nyertek meg 4-3-ra.